Filóni Ferenc Ibolya Bonyhád polgármestere pálinkával várta a vendégeket. Már jóval kezdés előtt szinte teljesen megtelt a sportcsarnok. Több meglepetéssel várták az időseket, amihez nagyon sok ember összehangolt munkájára volt szükség. Mindig a meglepetésre és a nagyfokú megörvendeztetésre számítunk, és ezzel is készülünk. Az, hogy telt létszámmal működjön ez a rendezvény, az nagyban hozzájárul ahhoz, hogy nagyon színvonalasan szervezi meg az önkormányzatunk, és persze minden társintézmény kiveszi ebből a részét. Mi is készültünk, reggeltől itt vagyunk, talpon vagyunk, és csináljuk, hogy mindenkinek kellemes perceket szerezhessünk. Igaz, hogy gyorsan elfogynak a jegyek, de annyira jól működő rendszer vagyunk, hogy ha valaki lebetegszik, akkor visszahozza a jegyeket, hogy mindenki el tudjon jönni az ilyen rendezvényre. 600 főre terítettünk, úgyhogy bízok benne, hogy mind a 600 férőhely megtelik. Idén sem maradhatott el a meglepetés. Ehető rózsával várták az időseket, melyet a gondozási központ dolgozói saját kezükkel készítettek el. Virággal várjuk az időseinket, méghozzá egy túros linzer rózsával, amit mi magunk készítettünk a gondozási központban, a levelet pedig asszalt gyümölcs teszi ki, asszalt kivi, és így minden része fogyasztható, és még egészséges is, és ehhez a nótaesthez csak egy rózsa való. A műsor megkezdése előtt nóta felismerő játékkal szórakoztatták a nagy érdemű publikumot. Polgármesteri köszöntőjében Filóni Ferenc Ibolya kiemelte azt a hatalmas összefogást, ami lehetővé tette ennek a nagyszabású rendezvénynek a létrejöttét. A szívem az itt van a színpadon, és bár csak egyedül állok itt önök előtt, egy sokkal nagyobb csapat az, aki képzeletben itt áll velem a színpadon, akiknek a segítsége nélkül ez a mai rendezvény nem jöhetett volna létre. Gondolok itt elsősorban a gondozási központ csapatára, akik már hónapokkal ezelőtt azon ötleteltek. Köszönöm a tapsot a nevükben is, hogy mivel lepjük meg ma önöket, és itt most nem a műsorra gondolok, hiszen azt már tavaly megbeszéltük, ha jól emlékeznek rá, akik itt voltak, hogy ez volt a kérés az idősek részéről, hogy tartsunk egyszer egy nótaestet, és én tavaly megígértem, és most a belétetésnél volt, aki azt mondta, hogy mi tudtuk, hogy ez lesz, hiszen tavaly megbeszéltük. De lássuk, hogy érezték magukat az ünnepeltek. Nagyon jó, kellemes, és nagyon szívesen fogadtak, és örülünk a szép estének. Hogy szórakozzunk, kicsit oldjuk fel az időseket, jó kedvet, békesség legyen mindenkinek, azt kívánom. Egy közösségben részt vesz az ember, és ez mindig jó érzéssel tölti el az embert. Mindig jó volt, mindig, akármilyen előadó volt, mindig tomboltunk. Mivel már látszik, hogy a jövőben a rendezvény népszerűsége miatt a résztvevők száma meghaladhatja a sportcsarnok befogadó képességét, az önkormányzat már most gondolkodik a megoldáson. Nagyon nagy az érdeklődés minden évben, és nagyon gyorsan elfogynak a jegyek, de egyelőre még nem gondolkodtunk abban, hogy még egy nagyobb helyszínen, mert nagyon a városnak nincsen másik. Talán egy olyanban lehetne, hogy többször, több alkalommal, ne csak az idősek napján, hanem más alkalomból is lehessen ilyen programokat szervezni. Természetesen az idősekről nem csak ilyenkor gondoskodik az önkormányzat, hanem az év minden napján segíti őket. Nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, mindjárt emlékszik még azokra a járványos időszakra, amikor egy ismeretlennel álltunk szembe. Szerintem akkor is igyekeztünk jól helytelni, és nem egyedül hagyni az időseinket. Akkor már megszerveződött egy olyan csapata az önkormányzatnak az intézményeivel együtt, az összes dolgozóval, hogy tudtunk gondoskodni róluk, a mindennapi ellátásukat meg tudtuk úgy szervezni, hogy semmiben ne szenvedjenek hiányt, és ez azóta is megmaradt ez a jó kapcsolat az idősekkel. Én úgy gondolom, hogy ők egyébként a legaktívabb társadalmi rétege a városunknak, a legtöbb civil szervezetünkben, az énekkarokban, a Városi Nyugdíjas Klubnak a legnagyobb taglétszáma van, sokkal nagyobb, mint egy fiatalokat csoportosító civil szervezetnek, úgyhogy mindenki példát vehet róluk, aktívak, segítőkészek és közösségi erejével együtt, jó velük együtt lenni, úgyhogy bízom benne, hogy még sokáig így lesz. A rendezvényt a Dankó Rádió rendkívül színvonalas nótaestje zárta.